Még az áprilisi képviselőtestület ülésen két olyan rendeletet is alkottak Sárospatakon, amelyek egyrészt régi problémák megoldását hivatottak elősegíteni, másrészt a város épített és természeti értékeinek szebbé tételére adnak lehetőséget. Az egyik elnevezése a Sárospatak város közigazgatási területén a víziállások létesítésének és fennmaradásának szabályozásáról és a meder használati díjról szóló rendelet, amely lényegében az önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő vízfelületeken, elsősorban a Bodrog keleti holtágán, a berekben lévő stégek létesítését, valamint a meglévők fennmaradásának feltételeit hivatott szabályozni. Vannak kétségtelenül szép jó minőségi stégek, de sajnos vannak tákolmányok is. Emiatt kellett ezt a rendeletet megalkotnunk. Ennek a rendeletnek, rendeletnek az a célja, hogy szabályozott keretek között történjen a stégeknek a építése, ha lesz még ilyen igény, és a jelenlegi helyzetet pedig stabilizáljuk, hiszen ez a rendelet arra is vonatkozik, hogy a jelenlegi stégeket is újra be kell jelenteni mindenkinek. Megszabtuk, hogy maximum 10 nézetméter nagyságú lehet a stég, megszabtuk, hogy maximum partvonaltól 5 méterre, 5 méterre nyúlhat be, és megszabtuk azt is, hogy csak a telekkel rendelkező tulajdonosok kérhetnek akár fennmaradási engedélyt, akár pedig új tégépítésére építésére vonatkozó engedélyt. A rendelete az illegálisan épített vagy nem megfelelő állapotú stégek maradását vagy elbontását is szabályozza. Továbbá a korábban rendezetlen tulajdonviszonyok között felépített víziállásokat is felülvizsgálják. Szabályoztuk ezzel a rendelettel azt is, ami a szembe oldalon lévő, úgynevezett nádasnál található általában rájuk utaltam, amikor azt mondtam, hogy tákolmányok, nincs feltüntetve, hogy kinek a tulajdona, nincs feltüntetve, hogy mikor csinálták, gyakran nagyon rossz állapotban vannak, esztétikailag sem nyújtanak kellemes élményt. tehát ezeknek a stégeknek is várjuk, hogy a tulajdonosai elbontsák ezeket a stégeket, hiszen ezekre felmaradási engedélyt nem fognak kapni. Amennyiben ez nem történik meg, akkor pedig az önkormányzat fogja elbontatni ezeket a stégeket. Aros János hozzátette a vízkezelőjével és több tulajdonosával is egyeztettek a rendelet megalkotása előtt a társadalmi viták lefolytatták. A polgármester arra is mehívta a figyelmet, hogy a meglévő összes stég tulajdonosának be kell jelentenie a vízi létesítményét, legyen az bármilyen állapotú is. Ennek a határideje július 31-e. Addig is a városi közterület felügyelők megkezdték a stégek felmérését.